A Balaton felvidék és a Bakony élő népszokása a zöldeljárás. Litéren évek óta hagyomány ennek a megtartása. A művháznál gyülekezőket a Csivitelő óvodások műsora fogadta. De hogy mi is pontosan a zöldágjárás? Abba az egybegyűlteket a szervező Zöldág Egyesület vezetője avatta be. A zöldágjárás egy nagyon szép tavaszi népszokás, amit ma szeretnénk egy picit megeleveníteni a gyerekekkel. Virág vasárnap, a fiatal lányok virágos ágakkal, zöld ágakkal, barkákkal vonultak végig a falun, és tulajdonképpen köszöntötték a tavaszt, és elindult ezzel a szép ünneppel, a virágvasárnapi ünneppel, az ünnepi nagy hét, a húsvétra való készülődés. Nyitva vagyunk, nyitva csapulját rajta. Frissen vágott zöld ágakból formáztak kaput a fiatal táncos lányok, és az alatt bújtak át. Így mentek végig a falu. Megyek így onálta, bújhogy fényes napot lesz a gulát. A menethez csatlakozók is nagy örömmel vettek részt a játékban. A nap további részeként voltak még egyéb népi játékok, tojásfestés, kézműves foglalkozás. Litéren a hagyományok éltetésével készültek a húsvétra.